1980. május 10-én szombaton délőtt 10 órakor Debrecenben a felszabadulási emlékműnél Fülöp János, a Megyei Pártbizottság titkára, Pataki György, a Debrecen Városi Pártbizottság titkára, Dr. Ács István, a Debrecen Városi Tanács elnöke, Szekeres Antal, a Megyei Tanács Művelődési Osztályának vezetője, Varga László, a Debrecen Városi Kízbizottság első titkára, Kecskés László, a Hazafias Népfront Debrecen Városi Bizottságának titkára, és a város 3300 végzős diák előtt elszavaltad. Benjamin László Mi van a hol túlsó felén című versét. Ez egy... Én nem ismertem ezt a verset. Ez egy nagyon szép, dialektikus, materialista költemény. Olvassuk fel a nézőinknek ezt a költeményt, jó? Nem, nem kell ettől egyetérteni, nem kell egymás vállára borulni, nem kell innen kezdve közös akciókban részt venni, de legalább értem, hogy a másik mit miért csinál. Azt, hogy nem értek vele egyet, az meg az én dolgom, és majd elrendezem magamba. De azt az esélyt adjam már meg hogy megértesse magát. Hát... Ti azokban a médiumokban, amelyek rendelkeztek, szerinted erre adtok esélyt? A másik félnek? Nem. Nem. Ez hiányosság, de nem. Szervuszok, itt a Partizán Politika, a Partizán két hetenként jelentkező politikai, politikusi tóksója. Mielőtt elárulom ki a mai vendégünk, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, hogy nem volna meg, illetve ha szeretnéd látni nem csak ezt a szerkesztett verzióját a beszélgetésnek, hanem a teljes vágatlan verziót, akkor szállj be patronálóink közé a Patreon oldalunkon, amik a leírásban megtalálod a linkjét. És akkor most fordulok is mai vendégünk, az, aki nem más, mint Gajdi Csottó. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszönöm, meg, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát erről még ejtsünk majd pár szót. Kezdjük akkor rögtön ezzel. Nem tart-e attól, hogy Német Szilárd a körmére néz, hogy egy nemzetbiztonsági kockázattal ül egy stúdióban? Ettől nem tartok, de azt azért javaslom, ilyen ügyrendi javaslatként, hogy azért azt meséljük el, jó, mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Volt egy ügy, egy olyan ügy, ami mellé te odálltál, az én nagy megrökönyödésemre, Sőt, mi több, azt szeretted volna, hogyha úgy kampányolhatsz ez ügy mellett, hogyha velem vitázol erről a dologról. Nem más volt ez, mint a nemzeti régióknak az uniós támogatásáért elindított aláírásgyűjtés, Pesti Lászlónak az irdalá.hu kampánya. Ebben vettünk mi közösen részt, és ott vetődött fel az a kérdés, hogy van-e még esélye az értelmes politikai vitának. Te mondtad, hogy igen, én mondtam, hogy nem, és hát most itt akkor folytatjuk ezt a vitát, gondoltam én. Ezért fogadtam el a megkívást. És nagyon köszönöm tényleg, hogy itt vagy, és ha már így a felvezetésről van szó, akkor én egy azonnalinak adott interjútból idéznék röviden, és akkor ezzel szeretném adni az alaphangját a mostani beszélgetésünknek. Itt neked volt egy cikked, amiről úgy nyilatkoztál, ez a kedvenc cikked a liberalizmusról, így nyilatkoztál róla, hogy a Pesti hírlapban jelent az meg. Azt otthon el is tettem, egyszer majd amikor már annyira öreg leszek, hogy rendezgetem az életművemet. Szegeden volt egy beszélgetés a liberalizmusról, olyan figurákkal, mint Kis János, filozófus, rajta más rabbi, Mustó Péter, jezsuita pap, és volt még protestáns is, meg többféle feledkezetből résztvevők. Akkor hogy nem is tudtam, hogy ennek micsoda jelentősége lesz. Ma már kizárt volna, hogy ilyen körben össze tudjanak ülni emberek. Azokat a megközelítéseket, amiket azok az okos emberek ott elmondtak, ma is nagyon szívesen olvasom, az szerint ma is szívesen élek, de az, amit ma liberalizmusnak neveznek a liberálisok, abból én nem kérek. Először Jó. is. Ezt a bekeretezett cikket akkor most átnyújtanánk neked, mert megtaláltuk, és akkor gondoltuk, hogy tessék. Hát, Tedd, ki a faladra, Tedd ki a faladra. Ezzel most megleptél. Köszönöm szépen. Ez az a cikk, ugye? Jól, jól az ez, ez, ez Így van, így van. És ennek jegyében. Tegyünk kísérletet arra, hogy akkor a mai nap folyamán mi is vitatkozzunk úgy, mint két egyébként világnézetét tekintve markásan elkülönülő ember. Ne hivatkozzunk másra, a saját meggyőződésünkről beszéljünk, és próbálkozzunk meg ebből a szempontból egy olyan normát képezni, ami egyébként, ahogy te is megfogalmaztad, hiányzik a mai magyar közéletből. Próbáljuk meg. Jó. Mit lehet tudni a ti gyerekkorodról? Ugye beszéltél erről már többször is, de csak egy kicsit mesélj arról, hol születtél, és a szüleidről mi az, amit esetlegesen érdemes hallani azoknak is, akik nem követték szorosabban a munkásságodat. Hajdubi-Harmegyébe, egy Gáborján nevű kis településen, egy vertföldes kis helyen éltem csecsemőként, erről én csak nyilván elbeszélésekből tudok, aztán nagy Rábéra kerültünk ahol elkezdtem az általános iskolát, és mivel akkor az én édesapám egy mezőgazdasági szakmunkásképző intézetben tanított, amit összevontak a Hajduszoboszlón működő hasonló intézménnyel, ezért a felső tagozatot már Hajduszoboszlón jártam, mert oda költöztünk, és gyakorlatilag ott végeztem el az általános iskolát. Középiskolában Debrecenbe jártam, főiskolára, Nyíregyházára jártam. Tanárképzőre. így van, és aztán ott ismertem meg a feleségemet, akivel föladtunk egy levelet annó, hogy állástalan, frissen végzett pedagógus házaspár állást és lakást keres. Kiskunfélegyházáról kaptunk egyedül olyan választ, ami arról szólt, hogy munka az van dögivel, lakást meg majd kerítünk. Na hát így kerültünk Kiskunfélegyházára. Ez volt? Ez 1990 őszén ott kezdtünk. Tehát egy, ez a rendszerváltás pillanat gyakorlatilag. Az abban pillanatában volt. Egy picit beszélni kérlek az édesapádról. Egyszer úgy nyilatkoztál róla, még 75-ben fiatal, illetve bocsánat, édesapád nyilatkozott így 75-ben fiatal szakmunkás tanulókról a hajtóbihari Naplónak. Az első évben sokan kihullanak, elsősorban azok, akik csak azért jöttek ide, mert nem volt más választásuk. Mi a követelmény szintből nem engedhetünk, ellenkező esetben elvesztenénk azoknak a gazdaságoknak a bizalmát, ahol jelenleg elégedettek az intézetből kikerült dolgozókkal. Szigorú karakának bontakozódik ki ebből a Önvallomásban Rendkívül, rendkívül tehetséges, ugyanakkor egy rendkívül jóságos pedagógus volt. Ő folyamatosan azt vallotta, hogy elsősorban nevelni kell. A tudást bárhonnan megszerzi az ember, nem az a lényeg, az csak egy eszköz a nevelésre. Jól kicseszett velem a sors, mert ö, húsz évvel lassan elszólította őt, nehéz volt ez a húsz év nélküle. Milyen egzisztenciális körülményeket tudott teremteni az akkori rendszer egy pedagógus számára? Tehát milyen emlékeid vannak erről kifejezetten? Szabad beszélni? hát szart. Nekünk középiskolás még nem volt lakásunk. Utána se, mert ugye az a banké volt, amit nagy nehezen pártszolgálatokért párt szolgálatokért megengedték, hogy úgynevezett szövetkezeti lakáshoz jussunk. De addig az iskola adott mindig valami szolgálati lukat, ahol meghúzhattuk magunkat. Úgyhogy ö, elképesztő volt. És nekem az a kép beégett a retinámba, amikor én már eljártam középiskolába, ö, főiskolára, és ö, hát kellett pénzt kérnem ahhoz, hogy hogy, hogy tudjam ezt csinálni. És akkor ö, áll előttem az én napám, a kiváló ember, és így számolgatja a százasokat, hogy 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 tudja úgy elosztani, hogy, hogy mindenre jusson. Azt még nekem is tudja adni belőle. Az valami borzalmas, most is kiráz a hideg, ha, ha belegondolok. Tehát nekem az, ami 90 előtt ebben az országban zajlott, az valami olyan trauma, amit még szerintem az unokám sem fog tudni magából ki lökni. Az volt a baj, hogy a nagyapám az kuláknak lett nyilvánítva. Rendszeridegen volt, majdnem nagyon verték, mert ő a télszesítést, mint olyat, azt természetesen nem fogadta kitörő örömmel. Az édesanyám családjában pedig volt egy olyan forradalmár, aki 1956 után 7 évet ült a Váci börtönben. Akkor szabadult, amikor én születtem. És ez a két ember kötötte össze az életét. El lehet képzelni, mit szóltak a szülők. Aki egyrészt maguktól a maguk sorsától féltették a saját gyereküket, és ez a bolond gyerek még hoz egy olyat, akinek még rosszabb. És az oda visszaérvényes volt. Mert közben rettenetesen féltettek bennünket ezektől a történetektől, hogy nehogy mi ezen a ifjúi helyvel fölháborodva neki menjünk annak a rohadt rendszernek. Ugye a pártállammal a kádárizmussal szembeni karcos álláspontodat, családi álláspontot, az most itt Így is van. ismertetted velünk. Én nem állítom azt, hogy a kézbe való belépés a szűséges külött volna a rendszer mellett, de ugye mégiscsak beléptél a kézbe, Így a kommunista éfisági szövetségbe. Családon belül ez milyen konfliktusokat okozott, illetve te milyen megfontolást követtél, amikor jelentkeztél abban a szervezetben? Egyébként apám majdnem kitagadott. Fiam, nem ismerlek, te nem vagy normális. Ilyen volt még a légkör. És én neki is nehezen tudtam elmagyarázni, mint azoknak a hülyéknek, akik engem emiatt most kommunistáznak, a kommunista ordít, hogy kommunista, ugye ezt tudták rám mondani. Nehezen tudom elmagyarázni, hogy amikor én beléptem a kizbe, az arról szólt, hogy az, ha bármilyen közéleti tevékenységet akartál folytatni, akkor valamelyik párt nyúlványba oda kellett csapódnod. Vagy szakszervezet, vagy ifjúsági szervezet, vagy maga a párt. Mert egyébként labdában nem rúgtál, nem csináltál semmit. És én meg tele ambícióval írásvágyjal, beszédvágyjal, közösségszervező vágyjal, a hát teljesen egyenes út vezetett oda, ahol ezt meg lehetett csinálni. Hát én azt hittem, hogy ez, ami van, ez bármennyire szar, és bármennyire tett engem tönkre, ez, ez mindig így lesz. Ezzel nem lehet változtatni. Muszáj valamit kitalálni, hogy hogy lehet ebben túlélni. Volt a poén, ami ma már nagyon ez hangzik, de akkor ez mindennapos volt közöttünk, hogy ö, a magyar értelmiség előtt két út áll. Az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan. Úgyis ez volt az alapélmény. Tehát valamit tenni kell, valamit csinálni kell, különben az ember elveszti az integritását, szétulik alkoholista lesz és meghal. A szüleid mikor békéltek meg ezzel a döntéseddel? Úgy voltak vele, hogy elmondták, hogy abszolút nem értenek egyet. Az apámmal még ordítottunk is néha, de aztán ittunk egy sört, és azt mondtuk, hogy jó a fiam, apám mindig így fogalmazott, engem nem érdekel, azt csinálsz, amit akarsz, tanár, még úgy is lehet belőle. És az, és az is lehet, igen. Viszont a rövid ideig Rövid ideig. Egy évet, ha jól értettem, tanítottál? Hát összesen. több volt az, mert, mert le is érettségiztettem egy osztályt, akit elkezdtem tanítani, és aztán nekem az, azért van csak enyhe lelkiismeret furdalásom, mert mi akkor a feleségemmel megegyeztünk, aki jobb, mint én. Tehát ő, ő jobban ért ahhoz, amit én csináltam, hogy ő megy tovább, és, és a hivatásának él, én meg elmegyek pénzt keresni. Ugyanis gombamód szaporodtak a helyi médiumok, én helyi televízió építésében részt vettem. És újságot alapítottunk, helyi rádiót hoztunk létre. Úgyhogy ez valami fantasztikus időszak volt. Egyébként azt, hogy lehet tudni különböző kutatásokból egyébként lakosságarány számát tekintve, a rendszerelátás követően a régióban Magyarországon nyúlt a legtöbb új médium, a legtöbb civil szervezet, Így. viszont ezek voltak a legrövidebb életűek. A te megítélésed szerint mi az, ami megváltozott? Ami például mondjuk ezt a rendkívül virulensai nyilvánosságot, ami volt kiskunféle házán, megszüntette? Két, két oka van az én meglátásom szerint. Az egyik volt a médiaháború, amikor is a, egyébként a 90 előtt rettenetesen szűk, belterjes szakma, Fölocsúdott, hogy itt mindenféle vidéki bugris be akar kerülni közzénk, és elzárták a lehetőséget. A másik pedig az, hogy a, a helyi vállalkozók nem voltak még olyan tőkerősek abban az időben, hogy ezeket a médiumokat el tudják tartani. Önkormányzattól néha ki lehetett taposni némi támogatást, azért cserébe, hogy akkor a nekik tetsző műsorok is készülnek, ez teljesen természetes volt. A vállalkozók pedig nagyon-nagyon gondosan kimunkált hirdetési terv szerint tudtak adni némi kis pénzt, és volt egy harmadik, amit én elmondok, de de igazából ö, ö, nem akarok a részletekbe bocsátkozni, de azt is tudni kell, hogy hát ez volt az olajszűkítés időszaka, volt, akinek nagyon-nagyon sok pénze volt. Tehát akkor ezt kimondhatjuk, hogy a Kiskunfélegyházi média mező sem volt érintetlen a, az olajpénzektől. Nem azt kérem, hogy vaj magad ellen, és nyugodtan elhárítottad a kérdést, de szerintem nem lényegtelen, hogy itt arról van szó, hogy a médiát használták az olajmafiózók a pénzmosásra, avagy anyagilag tették érdekelti ezeket a médiumokat, hogy legyenek szívesek és fordítsák el a tekintetüket. Az a helyzet, hogy én csak arról tudok beszélni, ami nálunk történt. Kérlek, és, és mi megszívtuk. Mert mi egy rendes emberrel beszéltünk, akit az olajmafiózók rettetesen megszivattak. Uh -huh. de, de azt láttuk, hogy valami nem stimmel, valami bűzlik, valami nem jó. És, és ahogy te fogalmaztál, úgy általánosságban én annyit tudok mondani, hogy igen, használták a médiát. Hogy a picsában? Kézmosásra? Akár. De hogy érted meg azt a 90 és 90 közötti időszakot, amikor egyrésztről konzervatív kormányzata van Magyarországnak, de másrésztről meg részben zajlik az olajszűkítés, ami nyilvánvalóan a te sem tudta elkerülni, másrészt egy ilyen majdhogy nem minden nál nagyobb arányú privatizációs hullám, a földeknek egy ilyen elkészen elképesztő és máig tartó következményekkel járó átstruktúrálása a tulajdonrendszernek. Tehát te hogyan élted meg, hogy miközben elviekben a te politikai érzésednek megfelelő kormányzat van, akkor azért mégiscsak a nemzeti vagyonra tekintve ilyen súlyos következményekkel járó tulajdonátrendezések zajlanak? Nem így volt. Nem így volt? Nem, én akkor ellenzékben voltam. Ők a ellenzékben voltam. Mert hogy? Azért, mert ö, pontosan amiket mondasz, azok a folyamatok, azok ö, miközben én őriztem azzal a vehemenciával, ahogy itt az imént neked előadtam a kommunista ellenességemet a közben nekem a, a polgári létről a teljesen más ideám volt. Én sokkal inkább voltam akkor Fideszes és SDSS, es mint mondjuk MDF-es. És ezt a, ha az én olvasatomban nézzük a, a történetét a rendszerváltozásnak, akkor gyakorlatilag megint nem tudatosan, de valahogy belső zsigerileg jól éreztem, mert azt, azt a traumát, az az életem második kegyetlen euh, élménye politikai szempontból, hogy a, a legharcosabb, leghangosabb kommunista ellenes párt az első adandó alkalommal összebútorozik a pufajkás Hongyulával, hát én akkor, akkor nem tudtam, hogy hol vagyok. Nekem ez az ősbűn politikai értelemben. Két kérdés ehhez az első, hogy... Egyébként egy olyan párt számára, mint az SDS. ami hát nem tudott soha történetében 20%-nál magasabb országgyűlési választási eredményt elérni. Nem logikus az egyébként egy koalíciós partnerkeres, ahhoz, hogy egyébként kormányzatra kerüljön és megvalósítsa az elveit. Nem védem őket, kérdezem, hogy te, mint egykori SZDSZ-es, nem láttál ebben esetleg politikai rációt? Sokféle, én nem voltam SZDSZ-es. Szimpatizáns. Annyit mondtam csak, hogy a posztkommunizmus, vagy a kommunista ellenség miatt a posztkommunistákkal való ö, velük szemben való föllépés miatt inkább voltam SZDSZ-nek nevezhető, mint MDFS-nek. De én nem voltam soha pártag, Egyetlen egy párttag sem voltam. Nem is de, Szintpátiára utaltam. De még csak nem is szavaztam rájuk. Csak mondom a, a, a gondolkodást. Na most, de logikus. Hát miért ne keresne egy kis párt magának? De nem mindegy, itt. ki. Van egy határ. Van egy határ. Miért nem alkotott koalíciót az MDF-fel? Miért nem világított rá, hogy az MDF soraiba kik azok a, a ávósok, beépített rohadt ügynökök, szemét trógerek, akik csak megjátszák, hogy ők üzék. Közben azért lettek beküld, hogy szétverjék az egészet. Miért nem ezt csinált az SZDSZ? Tudása volt hozzá? 94 előtt a Fidesznek is egyébként, ahogy közeledtek a választáshoz, egyre inkább enyhült az MSZP ellenségük, mert ők is érezték azt, hogy alakulhatnak úgy a választások, hogy esetlegesen a koalíció tényét nem lehet eltagadni, meg kell fontolni majd. Tehát akkoriban benne volt a levegőben, hogy ha esetleg ténylegesen a szocikat visszaszavazza az ország, akkor ezzel valamit kezdenie kell, a harcosan antikommunistának mondom. Beszélgetek is. veled ilyen elméleti megfontolásokról, de én, én nem vagyok politikus. Tehát nekem sokkal kisebb a tolerancia küszöböm ezekhez a dolgokhoz. Tehát egyszer és mindenkorra szögezzük le, posztkommunistával nem tárgyalunk. Kész. Lusztrációs törvény kellett volna, ami ezeket az embereket öt évre elteszi a nem tudom hová. Az menjenek kapálni, vállalkozzanak, szerezzenek vagyont, unokázzanak, azt csinálják, amit akarnak, de a közéletben nem szólhatnak bele. Így kellett volna. Te ma már ugye kormánypárti újságíróként hivatkozol magadra, többször is ezt megtetted. Mikor alakult ki ez az identitás? Függetlenekkel szemben. Mikor alakult ki ez az identitás? Nagyon korán. Nagyon korán. A következő a szitu. Én ezt is elmondtam már többször, biztos, hogy ö, találtál is tőle milyen nyilatkozatot. Én a leginkább azt furcsáltam a magyar ö, média szakmában, hogy nincs baloldali újságíró. András, Iván, meg még valaki volt, aki büszkén vallotta magáról. De úgy általában nincsen. Nincsen, csak szedetvetett, bocsinálta, tehetségtelen, jobboldali hülye gyerek van, meg vannak a függetlenek. Hát, és akkor ők annyira okosak, mint Havas helyik, aki elmondta, hogy ezek a figurák, már mint én, meg a hozzámasolók, nem férnének be soha azokba a szerkesztőségekbe, ahol ő dolgozik. Ezért hát gründoltak maguknak szerkesztőséget, meg főszerkesztői széket, hogy beleülhessenek, mondta rólunk a független csávó. Készítünk egy bejátszóval neked erre a kérdésről. Hogy nézzük akkor ezt most meg közösen. Kormánypárti újságíró vagyok. Ez nyilvánosság, ez transzparencia. Ha valaki azt mondja rám, hogy kormányságnyaló lakánymérője a főszerkesztője vagyok, az megbélyegzés. Különbség van. Szerintem mi a különbség? Olyanok mondják, hogy Lakály média, meg, meg kormányságnyaló, akik annó 90 előtt már benne voltak a susnyásba, de derékig, volt nekik piros K-telefonjuk, és leszóltak a pártközpontból, hogy ezt, meg ezt, meg ezt kell csinálni. Ezek vádolnak engem propagandával. Na most ö, ehhez képest, amit mi csinálunk, még egyszer mondom, pont fordított előjelű. Az én közönségem, akár a Karcefenben, akár más médiumokban, ahol dolgozom, Orbán Viktor szavazó táborának, ráadásul a kemény magja. És ezt ezzel kár, ezzel kár lenne szépíteni. De én azok nevében beszélek, akik négy évente elmennek szavazni. És nagy többséggel megválasztják Orbán Viktort miniszterelnöknek. Nem fordítva. És ha valaki hasonlóságot vél felfedezni az én mondataim, meg Orbán Viktor mondatai között, az nem azért van, mert Orbán Viktor leüzent, hogy Gajdics, ezt mondani meg baj lesz, hanem azért van, mert ezt gondolom. Az elmúlt tíz évben mi volt az az ügy, amiben azt érezted, hogy te fölkapsz valamit a politikai közösségből, ami fontos ennek a közösségnek, és próbálsz mondjuk akár Orbán Viktor, akár a döntéshozókra nyomást gyakorolni, hogy vegyék észre, itt van egy szavazóigény. Rengeteg ilyen van naponta. Csak mi ezt nem a, nem a nyilvánosság előtt műveljük. De hogyha újságíró vagy, akkor azt nem pont az újságírói munkádban kéne kifejezésre? Nem, nem, nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Ha olyan az ügy, akkor természetesen igen. De mi volt ja. az ügy? Most nem leckésztetni a tényleg érdekelne. Hát figyelj, de naponta érkeznek olyan kérések, javaslatok, amelyek arra vonatkoznak, hogy szar a kormány kommunikációja, nem jut el elég emberhez, hogy bizonyos kérdésekben meg kéne hallgatni ilyen társadalmi csoportot, olyan társadalmi csoportot. De ezeket az ember összegyűjti, és amikor ír egy publicisztikát mondjuk a magyar nemzetbe, akkor azokból, azoknak a soraiba ez ott süt. Menjünk vissza egy kicsit a 2000-es évekhez. 2004-ben érkeztél meg Liszkai Gáborral közösen a Hír TV-hez, ahol te vezérigazgató helyettes lettél. Így van. Ez egy bizalmi állásnak tűnik. Így van. Milyen viszonyod volt ekkor Ivan Ismertem már, de nem volt különösebb nexus. Nem, ő nem az én szintem volt. Ez persze egy más szituációt jelentett. Leültünk Lajossal, és hosszasan végigbeszéltük, hogy mi a feladat. Mi a gond, mit kell megváltoztatni, mit hogyan kell csinálni. Mi volt akkor a gond? Hát az, hogy elfogyott a pénz. Az első gond. De ő ezt kezelte, ehhez én nem kellettem. Viszont olyan műsor kellett, ami a közösség számára befogadható és szerethető. Ennek meg voltak az alapjai. Borokai Gábor letagadhatatlan érdeme, hogy ezt a, ezt a televíziót nagyon szerették. Ezt nyilván megtartani, és hát olyan, olyan módon új, új tartalmakat behozni, vagy új formátumú műsorokat behozni, amivel üzletileg is meg lehet alapozni, hogy ne járjon még egyszer úgy, mint akkor abban a pillanatban át. És mik lettek ezek a formátumok, amik azt megalapozták? Hát a, ami, ami a, a, csúcspont, az a 2006, amikor ez a, ez a televízió igazi aktivista televízió lett, csak ajánlom a mit mint aktivistának, ugyanis uh, kim volt, és az utcáról először egyedüliként, aztán a többieket, a nagy kereskedelmieket mi segítettük, hogy, hogy ők is be tudjanak kapcsolódni ebbe a munkába, de az, hogy, hogy hogy egyrészt ez dokumentálásra került, hogy ott bizajlott, másrészt, hogy eljutott a, a közönséghez, és mindenki le szűrni magának ennek az egésznek a jelentését, és következtetéseket tudott levonni, az akkor nagy mértékben a Hír volt köszönhető. A kényelm után hogyan alkult a viszonyod Simicskával? Például azóta volt-e bármilyen beszélgetésetek? Közölte, hogy én egy szarember vagyok, és azóta nem beszéltük. Nem is üzent neked? De többször üzent, hogy gondoljam meg magam, Akkoriban, de miután látta, hogy hajtatatlan vagyok, utána már nem. Hogyan látod az a 2018-as szerepállását? Hát azért nem. Az a bajom ezzel, hogy hogy én ezt tudtam, hogy ez lesz. Melyik részét? Hát azt, hogy, hogy ő ezt csak addig fogja tudni tartani, ameddig érdeke fűződik hozzá. És el fogja dobni. És a hülye kollégáim meg nem értették. Ők azt mondták, hogy mi vagyunk félrevezetve, mi vagyunk átboszva, mi hülyék vagyunk, és, és, és már nem is sorolom, hogy még miket mondtak ránk, mert az fája a legjobban. Azért itt évtizedes barátságok szakadtak, csak szólok. De mondom, a, a Lajos az egy nagyon racionális ember, aki őt csak egy kicsit is Értő szemmel figyelte, azt tudta, hogy, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor azt fogja mondani, hogy köszönöm szépen, nekem ez nem kell, mert már, már nincs rá szükségem. Mitől vált ő szerinted anti-orbanistává? Én nem hiszem, hogy azzá vált, de valami baramira összeszólalkozhattak, de ezt senki nem tudja, hogy mi. Nem tudod, vagy nem akarod elmondani? Nem tudom. Őszintén nem tudom? Őszintén nem tudom. És akkor azt sem mondod, hogy anti-orbanistává vált volna? hát figyelj, de ez, ez, Ő mit mondott erre, hogy ő nem öngyilkos típus? Mikor kérdezték tőle, hogy mondjon már valami az aftos részleteket. Hát így dolgoztak együtt. Hát mitől vált volna Addivá. Valami, 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 eltört, de én azt nem tudom, hogy mi. Ti 18-ban a választási kampány ideje alatt tartottatok-e attól, hogy ténylegesen, hogy ő fogalmazott, vagy hogy róla fogalmaztak, atombombával készül Orbánék ellen? Nem. Én személyesen nem. De azért, mert tudtad, hogy blöfföl, mert nincs semmi, vagy azért, mert tudtad, de ő hogy... nem is mondott ilyet soha. Ezt, ez így ráakasztották, hogy Haha, majd jön a Lajos, ez az atombombát. És így többször elmondta, hogy ne, ne hát, de, de hülyeskedjetek, hát mit? Meg minek? Nem. Az ellenzék nyilvánossága vágyait vetítette rá Simicska Lajosra? Igen. Igen. És ti... Mert kellett a pénze. És tudtátok, hogy akkor hát nem fog kockáztatni? Én nem így, nem így, fogalmaznék. De, de, hogy mondjam, én ne, nem akarok nálánál jobb mondatot kitalálni, ő elmondta. Ha tudna is bármit mondani, öngyilkos típusnak néz engem, kérdezte az akkori kérdezőt. 2018 után úgy lehet látni, hogy ez a sérül, ami nyilvánvalóan alapvető azoknál, akikhez te magadat sorolod, el lett engedve, Simicska Lajosnak meg lett bocsájtva. A neveltetésünkből fakad. Nem szarunk abba a tányérba, amiben lettünk. És a Simicska Lajos jó volt a génap előtt, akkor attól, hogy a génap után nem jó, nem fog kiállni a placra és kígyog békát okádni rá. De ez nem mi része? Nem. Nem az, hogy nem el, nem 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 szállt szállt. kapott? Hó, de jó lett volna. De nem. Nem? Nem. Mi egymás között ugyanígy, ugyanezzel a dilemmával ezt többször megbeszéltük. Különösen felerősödött ez a vágy sokakban, hogy passzunk vissza, amikor ők viszont nem kiméltek bennünket. Az O1G honnan ered? De mi egymás között azt mondtuk, hogy ez nem mi vagyunk, nem mi lennénk. miért nem csinálunk. És még ráadásul bennünket vádoltak, hogy mi kezdtük. Mit? Hát mondj, ke te most jó sok mindent átböngésztél. Találtál olyan mondatot, amiben én vagy a volt kollégáimat, akik ö, nem jöttek velünk, vagy, vagy magát Simicskát, vagy bármilyen, hogy én ilyen dehonestáló fasságokat mondtam volna róluk? Soha. És ha valaki közülünk eleresztette magát, mert már nem bírta, mert mondjuk őt személyében valaki borzasztóan megtaposta, őt is arra kértük, hogy ne, gyerekek, ne. Nem mi vagyunk. Van egy legendás párosatok Bajer Zsolta, hmm. akik ugye nem csak a saját táboruk számára számítanak legendásnak, hanem azt el lehet mondani, hogy a táborok kívül lévő magyar nyilvánosság számára is meghatározó a jelentőségetek. Volt egy beszélgetés veletek a 19-es Európai Parlamenti választás előtt, ebből szeretnék most egy részletet bemutatni neked. Hogy sem Zsolt, sem én soha nem ö, gondolkodunk úgy, mint egy balliberális, aki atomizált individuum, és ő csak saját maga nevében beszél. Mögöttünk mindig százezrek állnak. Minapi élményem, hogy nem tudok úgy Visegrádon bemenni úgy a medencébe, hogy három oda lenne jönnének hozzám, és azt mondom, hogy Garicsó csak a kezét vagy fogja meg. Maga pont úgy beszél, mint ahogy mi gondolkodunk. Na, ez azt mondom, ha önök mondják, akkor most már egy kicsit megnyugodtam. Mert mindig bajom volt ezzel, hogy sikerül -e? hogy megye, hogy képes vagyok-e én erre, vagyok-e én ehhez elég tehetséges. Zsoltal mindig játszott, hogy ő Mozart, én vagyok Szaligéri. Ő alkotja a nagy műveket, én csak kontrázok. Miért gondolod azt, hogy te csak kontrázol? Jaj, nem, nem én gondolom így, hanem ugye kialakult ez a, a helyzet a, a már a 2000-ben Zsolt írt vezércikkeket, publicisztikákat abban a, abba a nemzetben, minek én akkor lapszerkesztője voltam, és, és ő már akkor nekem megengedte, hogy minden olyan fordulatot, minden olyan megfogalmazást, amit én nem tartok helyesnek, azt, mint tanár, kiavítsam, és Persze mindig szóltam, hogy mibe javítottam bele, és mindig egyet is értett, de akár, ha nem szóltam volna, és megengedte volna. nyugodtan mondhatom, hogy húsz éve megyünk már így egymás mellett párhuzamosan, külön tévébe is, rádióba is közösen dolgozunk, meg a lapnál is. És, és kialakult közöttünk ez az évődés, hogy olyat is szokott mondani a Zsolt, hogy, hogy Gajdicsnak egy nagy problémája van, különben ő lenne a nemzeti konzervatív újságírás koronázatlan királya, de hát van egy probléma, hogy itt vagyok én, szokta én mondani, de ez nem, ez nem, nem vehető komolyan. Tehát ez egy, ez egy poénkodás kettőnk között. Hozzáteszem, hogy azért annyi tartalma van, hogy ő valóban egy igazi író ő egy Isten ott a tehetség. Én csak tanult szakbarbár vagyok hozzá képest. Bajtársai vagytok egymásnak? Abszolút. Mióta alakult ki ez a bajtársiasság? Hát mondom, amióta gyakorlatilag együtt dolgozunk. Húsz éve. Látsz-e megkülönböztetett felelősséget a ti kettőtök vonatkozásában a magyar közélet polarizáltságán tekintetében? Nem. Ja. Ti csak reagáltatok? Igen. Ő is. Én ezt mindig elmondom. Aki a Zsoltot a trágár beszédért szidja, az először menjen, vagy jöjjön hozzám, vegyen -e néhány szövegértési órát, és ki fogom neki mutatni Zsolt szövegeiből, hogy mikor, mire reagál. Hasonló stílusban. És akkor őt ítélik el a bíróságok. Őt vegzálják. Őt hozzák kellemetlen helyzetben. Hát azt miért nem nézik meg, hogy mire született? Az a mondat. Igen. Ez... Próbálkoztok-e a nem-orbánistákhoz is szólni? Tehát próbálkoztok-e azzal, hogy a táboron kívül is beszéltek emberekhez? Igen. Igen. Csak. Biztos nem értünk hozzá. Milyen képesség hiányzik hozzá? Nem, nem én nagyon szeretném. Én nagyon szeretném. Én nagyon-nagyon keresem ide is azért öttem el. Teljesen egyértelmű a képlet. Én nagyon szeretném, hogyha mert azt vettem észre, hogyha ha ö, nagyon megosztó személyiségekkel ö, akár gyűlölt emberrel találkozunk, face-to-face, -face, beszélgetünk, akkor enyhül ez a, a, a dolog. Nem, nem kell ettől egyet érteni, nem kell egymás vállára borulni, nem kell innen kezdve közös akciókban részt venni, de legalább értem, hogy a másik mit miért csinál. Azt, hogy nem értek vele egyet, az meg az én dolgom, és majd elrendezem magamba. De azt az esélyt adjam már meg neki, hogy megértesse magát. Hát... Ti azokban a médiumokban, amelyek rendelkeztek, szerinted erre adtok esélyt? A másik félnek? Nem. Nem. Ez hiányosság, de nem. De miért nem? Ha én túlságosan gyakran lehetőséget biztosítanék olyanoknak a bemutatkozásra, akiktől vért hánynak az én közönségem soraiban, akkor előbb-utóbb magam is, hogy is mondjam, csak csökkenne a nimbuszom, vagy én nem tudom. És nem az a lényeg, nem, nem akartam a magam irányába eltolni ezt az egészet. Nem értenék, és föl lennének háborodva tőle. Azt kijelentető, hogy ezek a vitaminsorok, van az atv is, de mondjuk van a hírtévén is, amelyek elviekben azt hivatottak bemutatni, hogy vannak különböző álláspontok. Igen. Ezek valójában egyáltalán nem a rosszak hogy bemutassák a különböző álláspontokat. Az én hitem szerint arról kellene, hogy szóljanak. De nem ez történik. De nem ez történik. Nektek magatoknak miért nem áll szándékotokban beengedni más hangokat például a hírtévébe, és vállal... De, de látott, hogy – De? – Én soha nem voltam, és nem is tudnék elmondani olyan embert, akit Ott ül ismeret. a Holn ott ül a Gerő András, de én ott... – Gerő András te nem kormányzati szereplőnek gondolod? – Kormányzati szereplőnek egyáltalán nem gondolok. – közelinek. Hát... – A Habzburg Intézet vezetőjéről beszélünk. – én Gulyás Márton közeli vagyok, mert elég közelülünk. – Hát nem, de az nem állsz alkalmazásában a partizánnak. Meg van. Az megvan, a, 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 a távolság megvan, de hát azért... Na, tehát a Habzó intézet vezetése az nyilvánvalóan ilyen szempontból nem tekinthető. Ja, értem, Jó, akkor mondok mást. Ott ült például Tó Csaba sokáig, aki most például Cseh Katalinnak az Európai Parlamentben az asszisztense vagy micsodája, tanácsadója. Hát, Jó, ott. akkor egy. Ja, de nem egy, hát akkor Böcskei Balázs is ott ült sokáig, Szakonyi Péter is ott szokott ülni, Nagy Józseffel is már együtt is beszélgettünk a nagy Józsival, de hogy ne, ne ez nem, 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 nem ö, ilyen nézével zárom ki, ilyen, ilyen ö, hogy hívják, hogy soha meg. Nem. Nem. Csak még egyszer mondom, hogy megértem a szerkesztőt, aki óvatosan bánik az ilyen típusú műsorok ö, szerkesztésével, mert a közönség egy bizonyos ö, szint fölött nem bírja viselni. De akkor itt azért fölmerül a felelősségetek, hiszen a közönség nyilván nem magától alakul ilyen attitűdüvé hanem valami ezt kialakítja benne. És te azt is meg fogod most mondani nekem, hogy mi? Kérdezem tőled, hogy szerinted ha ki? rám gondolsz, én már ez, ez mondtam, én nem érzek ebben felelősséget, mert én nem ilyen vagyok. De a műsorodban mégsem ez tűnik ki. Hogyhogy? Hogy. Most is itt vagyok. Hát most itt vagy. A csörtébe is ott ülök, minden héten. Amikor elhívott a Pesti Laci, oda is oda mentem. Én nem ilyen vagyok. Neked ez fontos? Hogy nem ilyen vagyok? Igen. Annyira nem, mint az, hogy azok, akik hisznek bennem, és, és engem belém kapaszkodva próbálják a világot megérteni, hogy őket ne bántsam. Mert azt gondolod, hogy ez bántás a számukra? Ők mondják. Ők mondják. Ugye veletek szemben kritikusak azt fogalmazzák meg, hogy ti egy olyan média buborékba zárjátok a kormányzati szimpatizánsokat, amelyben nem férkőzhet be más gondolat, más információ, más értesülés, mint amit egyébként a kormányzat jónak vagy helyesnek ítél meg. Azért ostobaság ilyet mondani, mert aki ilyet mond, az nem ismeri a nyilvánosság szerkezetét. Ha valaki azt hiszi Magyarországon, hogy bármilyen gondolatot, tényt, történést, információt, bármit, el lehet zárni valakitől, az, az hülye, az nem, akkor az, az nem ebben a világban. Abban igazad van, hogy nem lehet elzárni, én csak azt mondom, hogy a ti felületeiteken nem lehet vele találkozni. Ez így van. Ez se így van. Hát hírekben, ha én publicisztikát írok, én mindig arról írok, hogy milyen hülyeséget beszél a másik oldal. De, de, de hogy bármi hozzá lehet férni. Csak nem abban a formában, hogy bejön Gulyás Márton és elmondja a véleményét. De te például mikor közöltél interjút bármilyen ellenzéki szereplővel. Rádióba? Vagy akár írás, mondja a Szabadföldnek földnek nem, a 18-as választási kampányban többször. Kivel? Többször. A legemlékezetesebb az az előbb említettek kokám Szanyi Tibor, aki akkor még a szocialista párt színeiben Sőt, akkor nem is, a, nem is csak a, a, hogy hívják, a parlamenti, hanem az európai parlamenti választások során is szólaltattunk meg többeket, többek között Szanyi Tibort is, aki akkor még nagyon szeretett volna európai parlamenti képviselő Igen. lenni és, és ugyanaz történt, amiről már veszámoltam, hogy, hogy reakciók, levelek, e-mailek, telefonok tömegei arról, hogyha ők Szanyit akarják hallgatni, akkor vagy a klubrádiót fogják hallgatni, vagy a közszolgálatit, ott is éppen sok. Hagyjam őket békén. A Szanyi Tibort leszámítva, ki volt az az ellenzéki szereplő, akivel interjút készítettél még? Hát én, én személy szerint nem, mert én a rádióban már. Vagy rádióban volt-e valamilyen vendéged, aki mondjuk ellen, az ellenzéki táborhoz sorolható? Hát inkább, inkább csak csak kampányok időszakában fordul ez elő. Uh -huh. Mert ott azért mi is igyekszünk legalább a, a francia elvet betartani, hogy egyharmad kormány, egyharmad ellenzék, egyharmad kormánypárt. És akkor így, így szoktuk ezt kezelni de, de a hétköznapokon sokkal inkább beszélgetünk elemzőkkel, szakértőkkel, az adott téma hozzáértőjével, és akkor ő megkapja a kormánypárti álláspontot is, meg az ellenzékit is, és azt szerint elemzi, ahogy ő gondolja. Ez, ez járható út nálunk, mint az, az hogy, hogy, valaki bejöjjön és kampányoljon. Mert ezt még elfelejtettem mondani, hogy azért a politikusokat se kell félteni, olyan nagy hívbe tojnak arra, hogy te mit kérdezel tőlük, és mondják a mantrát, de most erre meg nincs szükség. Hm. Kijeltető, hogy te boldogtalan vagy ezzel a szerepfelfogással? Nem. Nem? Nem, én jól érzem magam. Vannak problémáim, de ura vagyok a helyzetnek, ahogy szokták mondani. Néha el szoktam keseredni, ha erre vagy kíváncsi. Mit válaszolsz azoknak a kritikusaidnak, akik azt mondják, hogy a cash nyilvánosságban, a NER nyilvánosságban egész egyszerűen a magyar közélet meghatározó fontos konfliktusai egyszerűen nem kapnak adekvát teret? Hülyeséget beszélek ilyet. Hülyeséget beszél? Abszolút. Csak azok kapnak teret. Csak azok kapnak teret. Most ugye a vírus, az ellene való küzdelem, a küzdelem akadályozása az ellenzék részéről, az Európai Unióval való konfliktus, akkor a, a migráns helyzet, gyerekek, ez hogy lehet ilyen hülyeséget mondani? Ja, hogy is. Menjünk tovább, mert van még egy-két bejátszásunk neked, és szeretném ezt megmutatni. Kérem a harmadik bejátszót. Az újságírás, mint olyan, azt azokra a nehéz időkre választottam, hivatásul, amikor eszemet módon küzdeni el azért, hogy legyen még hazánk, legyen szülőföldünk, legyen anyanyelvünk, amin beszélhetünk, és majd ha ezt a csatát, nem is megnyertük, de legalább abba, arra szintre hoztuk, hogy már nem fenyegeti végveszély napi szinten, mint ahogy most, akkor én majd elmegyek és írok monográfiát. Mi kellene az, hogy ez az ostromlottság élmény csökkenjen? Mert ugye ez egy ilyen, Soha véget nem érő harc. Ja, igaz, most szóval az... de utal, Utaltam már rá. Utaltam már rá. Tehát azt, azt kellene, hogy a, a markánsan velem egyet nem értő, az én nézeteimmel semmiféleképpen azonosulni nem tudó ö, emberek ugyanazt a toleranciát, ugyanazt az empátiát, ugyanazt a viselkedést tanúsítsák irányomba, mint én az ő irányukba. Tehát én nem pumpolom az ateistát azzal, hogy legyen vallásos. Ő se pumpoljon engem azzal, hogy én hülye vagyok, mert vallásos vagyok. De szerinted ma Magyarországon meghatározó ateista mozgalom létezik? Nem kell ehhez mozgalom. Ez nap, napi élmény. Akkor az ateista hangok szerinted dominánsak a magyar társadalomban? Különösen mióta a miniszterelnök azt mondta, hogy a kereszténység védelme az az ő kormánya politikájának a középpontjában áll. Közben meg a veletek nem szimpatizálók azt élik meg, tehát az ő meg arról szólnak, hogy közszolgáltatások, közpénzmilliárdok az ő megfogalmazásuk szerint magánvagyonokká válnak, hirdetlen gazdagodások vannak, tehát hogy ott ilyen alapvető társadalmi problémák az ő megítélésük szerint Igen. nagyon rossz irányba mennek, őket ez bőszíti, te ezzel nem tudsz toleráns lenni. ott ezek a szimbolikus konfliktusok tényleg érnek ennyit? Igen. Csak ezek érnek. Egy olyan országban, ahol... Ugye most lehet Ezek látni... Kérnek valamit, mert azt, amit te mondtál, hogy őt azt izéli, hogy a Bészáros gazdagodik. Hát de, és ez, ettől neki mi, mi baja van, könyörgöm? Most őszintén kérdezem. Az, hogy letolvajoznak bennünket nap, mint nap. Nem de most véget, már, hát most a De most már engem Bészáros... is. Hát, mindenkit, mindenkit, aki Orbán Viktor környezetében 50 méteres sugorú körben egyszer megjelent, az tolvaj gazember. Most először is közbeszerzési eljárás nyerni nem lopás. Márpedig az ellenzéki kritika javarésze arról szól, hogy ma megint Mészáros mennyi milliárdot nyert. De könyörgöm, azt nem azért nyerte, hogy vigye haza a sublótba a számolgass esténként. Hát hidat épít, vasutat épít, közutat épít, mit tudom én, még stadiont épít belőle. Hát térjünk már részhez. Azt is látjuk, hogy a 2010 után meggazdagodott oligarcháknál is viszik ki a vagyont, hiszen egyébként rengeteg offshore számlára kerülnek ki, például mondjuk az ilyen tenderekről. Honnan te tudod? Szerzett. Hát ugye a Panama papírokból lehet tudni egy csónt. Panama papírok. Nem, ebbe akarok belemenni, várjál. Otto, de, 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 de. de. Otto. Hát menjünk bele, csak akkor onnan kezdjük, hogy ez a Simon. Hogy hívták? Nem mondd Simon. Ú, látod Egy mert... akarod mondani? Nem, 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 azt a szocialista politikust, akiknek, akinek valutába, devizába, meg aranyba száz... Szóval so, Gáborról beszél. A oh, Gáborunk, a drága Gáborunk. már ne, a nevére sem emléksz, de, de, bár, de az, hogy honnan van a lóvé, most te tudod. De az hogy lehetséges, hogy közben ez a düh van benned, akkor azért 2010 óta csak azt látjuk, hogy a Polt Péter vezető ügyészség a 10 előtti időszak akkor meghatározó korrupciós kondolomaival... Látod, ebben se egyet látunk. Semmit nem tudott Tudod, Tudod, hogy én mit látok? Azt látom, hogy nekem naponta kell tartanom a hátamat az én közegem, az én közönségem előtt, amiatt, hogy a 2010 előtti kormányzók a mai napig nincsenek elszámoltatva. Holott a Fidesz ígérete az volt, hogy amint kormányra kerül, elszámoltatás lesz. Budai Gyula könyvet írt azokról az esetekről, amelyeket olyan szinten tárt föl, ahogy azt egy külső ember föl tud tárni, és átnyújtotta a megfelelő hatóságoknak. És a megfelelő hatóságok elkezdtek nyomozni, és az ügyek részét bűncselekmény hiányában megszüntették, vagy ami az ajtuk túl került, azokat a bíróságok rendre elmisvásolták és fölmentették. Egy, ha jól emlékszem, egy esetben volt elítélő bír. Tudod, mit kapok én ezért az én politikai közösségemtől nap, mint nap? Mit válaszolsz ezeknek az olvasóidnak? Hát azt szoktam mondani, hogy, hogy az a baj, <laughs> idézőjelbe, hogy demokráciában élünk, és a demokráciában a hatalmi ágak szét vannak választva. És a kormány nem tehet többet, mint hogyha azt látja, hogy az törvények elégtelen volt, amiatt lehet bűnözni, akkor szigorúbb törvényeket hoz. Ha pedig azt látja, hogy a rendőrség slendrián, és akkor leváltja a rendőrfőkapitány, de olyan túl sok eszköze arra, hogy ezt a folyamatot befolyásolja a kormánynak, nincsen. De a de nem hiszik el, mert őket is félrevezette az ellenzéki propaganda. Busz, hogy de, nekem nem mondja három, két, harmad után, nem lehet a gyurcsány börtönbe zárni. Hát nem, hogy nem. Jó, van még utolsó bejátszunk, azt szeretném, hogyha megnéznénk közösen. Az a szerep, még egyszer mondom, amiben én bele kényszerítve kényszerítve odaátról, az egyszerre engem taszít másfelől, és itt most megint ottóhoz hoz kell kapcsolódnom, másfelől ez a szeret nem csak a rám égett, hanem azzal kell szembesüljek, hogy a mi táborunk meg ezért szeret engem. És ez egy tudatvasadásos állapot. Ezért szeretnék, mert a zsolca megmondja. Egyébként pedig, és befejezvén az egész gondolatsort, én nagyon sok mindenre nem vagyok büszke, amit életemben kimondtam vagy leírtam. Sőt, egy csomó dolgot szégyellek. Van benned hasonló érzés, mint Bajer Zsoltban? Hát ő neki más a mércéje. Ő azért tud ilyeneket mondani, mondom, mert ő író. Tehát ő olyan olyan életművet tett már le az asztalra, amihez viszonyítva mondhatja azt, hogy egy szaros rosszul sikerült publicisztikát szégyel. De ez nem politikai szégyen, azért azt ne értsük félre. a ilyesfajta szégyenérzet van? Nincs. Nincs. Ugye Bajer Zsolt úgy írja le, hogy egyrészt van a túloldal, ahonnan egy szerep rá van írva az emberre, rátok. Igen. És van ez a szerep, amit igazából a saját táborotok is visszaigazol. Igen. Ez egy magányos helyzetnek tűnik, miközben próbáltok is megfelelni, meg fontosnak is tartjátok ezt a szerepet, de közben mégis elidegenít másoktól. Így van. Nem segítene ezen, hogy kicsit kevésbé legyetek magányosok és elide elidegenedettek, ha esetleg a kormánypárt nyilvánosság is kapna a kritikát arra vonatkozóan, hogy hogyan kormány az Orbán Viktor. Először is nem érzem magam magányosnak. Akkor, amikor én hozzám az emberek oda jönnek, és hálájukat fejezik ki azért, hogy én őket képviselem ebben a nyilvános térben, akkor az engem ezért az elidegenedtség érzését kárpótól. De attól még van ez az érzés. Van. Van, de kárpótól. Tehát én értük, teszem, amit teszek. De ott Ott a bocsáss meg, tehát a te személyes jólétet szempontjából, a saját szavazótáborotok jóléte szempontjából, a magyar társam jól működése szempontjából nem volna kívánatosabb több kritika, több kritikai attitűd a kormány oldalon is? De. Csak hogy óriási különbség van az ártó szándékú kekeckedés, meg a segítő szándékú kritika között. Tehát én ezért mondom, hogy én nagyon, én nagyon kritizálok. Hú, de még mennyire. Az enyémekkel. És mindig keressük azokat a csatornákat, hogy a kritikánk megfelelő helyre eljutva valami hatással legyen nincs sok hogy hozzáteszem, de, de nem, nem, olyan egyszerű ez. De a közönség is bennünk látja a médium szerepét. Ez is, egy, ez is egy, média felfogás, ráadásul szó szerinti, de, de ebben, ebben még van mit tanulnunk, van mit dolgoznunk. Ebben egy teljesen igazad van. Svájszeresség. So, arra, arra, arra nem fogsz engem soha rávenni, hogy én beleálljak például csak itt a te veled folytatott beszélgetésbe, és elkezdjem ö, nyílt színen ö, kritizálni bármelyik kormányintézkedést, ami nekem nem tetszik. És nem azért, mert gyáva vagyok, mert féltem az egzisztenciámat, vagy ez nekem nincs megengedve, hanem azért, mert nem látom értelmét. Hülyeségnek tartanám. Ugyanis én azt szeretném, ha jobban csinálnák, nem pedig azt, hogy megbukjanak. Tehát akkor most ezzel azt mondod, nem átírnak arra a mondatot, hogy az csak érteni, de ezzel azt mondod, hogy a kritika nyilvános bevállalása a ti oldalatokon olyan fegyvert adna a ti ellenfeleitek kezébe. így van. Ellenfél vagy ellenség? Ö, van ellenfél is, és van ellenség is. Mondjuk, hogy ellenoldal. Kezébe ami megengedhetetlen? Igen. Árulás lenne? Igen. Tehát ez egy lojalitási kérdés. Nem, de nem, nem, nem az, amit én mondok, hanem amivé tennék. Te Orbánistának tekinted magadat, vagy Fideszesnek? <laughs> hát <de gül> Jó kérdés. Én, nekem a meggyőződésem, hogy Orbán Viktor nélkül nem lehet definiálni a Fideszt. Ez értelmetlen kísérlet. Akkor Orbánista vagy. Hát, ha ez ezt jelenti, akkor igen. Jó. Otto, hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem ez egy ö, érdekes beszélgetés volt. Szerintem is. Szerintem érdekes lesz a visszhangja is. Volt egy beszélgetés, amelyiként pár évvel ezelőtt, 2010-ben bayer volt. Azt láttad egyébként? Ja. Nem láttad? Trianon kapcsán beszélgettünk, és most a századik évfordulón ö, kiraktuk, ö, és az is elég érdekes visszhangokat vert. Remélem, hogy a te példádon többen is majd felbuzdulnak a ti oldalatokról, és elmennek majd jönni ebbe a stúdióba. <laughs> Zárásként hoztam neked valamit, amit ami nagyon megtetszett, mikor készültünk az adásra veled kapcsolatban. Felolvasom, jó? 1980. május 10-én szombaton délőtt 10 órakor Debrecenben a felszabadulási emlékműnél Fülöp János, a Megyei Pártbizottság titkára, Pataki György, a Debrecen Városi Pártbizottság titkára, Dr. Ács István, a Debrecen Városi Tanács elnöke, Szekeres Antal, a Megyei Tanács Művelődési Osztályának vezetője, Varga László, a Debrecen Városi Kízbizottság első titkára, Kecskés László, a Hazafias Népfront Debrecen Városi Bizottságának titkára, és a város 3300 végzős diák előtt elszavaltad. Benjamin László, Mi van a Hol túlsó felén című versét. Ez egy, én nem ismertem ezt a verset, ez egy nagyon szép dialektikus materialista költemény. Hoztam egy példányt neked. Itt van egy példány nálam, és arra gondoltam, hogy zárásként olvassuk fel a nézőinknek ezt a költeményt, jó? Óbetűvel azokat a Látom, bekezdéseket, igen. amiket neked kéne olvasnod, és akkor énvel vagyok én. Tehát 40 év, bocsánat, 40 év, jól mondom? Igen. 40 év távlatából. 17 éves voltál akkor, vagy? Hát körülbelül 17 évesen szavaltad el Debrecen város főterén így ezt van, a verset. Így van, így Most kérem, hogy közösen velem szavaljuk el újra. Ledobja elvásott hitét az ember. Annyi trónja fosztott, Isten utána, a légbe fosztott az utolsó is, aki még mennyet ígért sem a földön se hét egén túl, nincs menny, nincs aki keresse, suhan egy műszer messze messze hanggal, és képpel, hogy elezze, mi van a hol túlsó felén. Egykor az idők elején, talán mert a bendő üres volt, vagy fölkelt a televeres hold, akadt egy bozontos legény, aki korláltolt Istenint keresztül hágott, s bár remegve fülelt a gonosz szellemekre, mégis a glecserek jegén átgázolt, mászott és kileste. Mi van a hegy túlsó felén? S mögötte sorban az időben, lovon, gyalog, hajón, tevén, páncélban, dervislepedőben, kit tudás hajt, kit remény vagy nyeremény, katona, kalmár, óceánok kalandora, tudós, zarándok, és mindki ki elment, hogy adna számot, mi van a föld túlsó felén. És akik a szelleméjelén a holtesteket elrabolták, mert tudni kell, mi van a bordák, mi van az arc túlsó felén, s mind, aki a közvélemény ügyvédje volt, életkirálya, pellengérdísze vagy a mágia étke a város főterén, megalázottak, fölemeltek, egyként az igazért pereltek, jót, rosszat nevezve nevén. Mi van a szó, mi van az elvek, mi a tettek túlsó felén. És akik sorsuk küzdőterén bukottan, halálos kudarcok után sem adták fel a harcot, jó ügyükért, hirdetve kardok között is, holtak csonthegyén, hogy van remény. És mindki névtelen helyén sorsa fölé nő, bár csak azzal, hogy birokra kell az anyaggal, vagy megnézi kiáll az asztal túlsó felén. Akik hívők a keresésben, hívők akkor is, ha tagadva, nekik nem dogma és se csapda, nem cél, csak, az, csak út az igen és nem megszállottan, hittől vezetve szállnak új és új gépezetre, föl a magasba, le a mélybe, itt és túl járatlan vidékre, soha föl nem térképezetre. Mert fűti az örök igény lélekben, földben, csillagokban ásni a rejteket, ahonnan nem érkezett még semmi fény. A minden dolgok felszínén keresztül nézők, hű szemekkel, okos szívvel, jó műszerekkel ők végezték el, hogy az ember ember lények fölötti lény. Ki léte száz évezredén vészt, jajt túlélve, végre füldi, nyűgeiből készül kitörni, és nem akar már jajgatni, ölni, porszem a minden porszemén. Stűnődve ősök érdemén, a bátrak végzetén, magányán, elindul két új ősi szárnyán, az anyagén, és a szellemén. A világok közötti pályán, széjjel néz csillagrendszerén. Csottó, akkor most megértették, megértették, a nézők, hogy honnan kellett nekem fölállnom. Köszönöm még egyszer a lehetőséget. Szervusz, minden jót neked. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Ez volt a beszélgetésünk Gajdi Csottóval. Mindenképpen iratkozva a csatornára, eddig még nem tetted volna meg, illetve érdekel nem csak a szerkesztett verzió ennek a beszélgetésnek, hanem a teljes szerkesztetlen, vágatlan verzió, akkor pedig szájba a patronálóink közé a leírásban elérhető, elérhető Patreon linkünkön keresztül. Mindenképpen lájkold, like -old, -old a videót, attól függően, hogy hogy érzel az elhangzottakkal kapcsolatban, illetve ha van kérdésed, észrevételed, akkor várunk a komment szekcióban is. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbi a Partizán társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Most már nem csak nézheted, hanem hallgathatod is a Partizánt, vannak különböző podcast felületeken elérhető adásaink is. Ez az adás elérhető a szerkesztetlen verziója, tehát ha nem nincs lehetőséged nézni, akkor nyugodtan hallgathatod is a különböző podcast felületeken. Munkatársaim nevében köszönöm a figyelmed, Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, ciao.